A Szent István király római katolikus templomban tanévnyitó szentmisével kezdődött a Szent Pál Marista általános iskola 288 diákjának és a pedagógusoknak a 2022-23-as tanév. A végzős két osztályunk, mert két osztályunk van, ők nincsenek nagy létszámmal, 35 fős a két osztályunk, viszont most egy pályaorientációs programba léptünk szintén be, építőipari vállalkozásokkal, úgyhogy majd megyünk helyszínre is, hogy próbáljuk egy picit irányítani, vagy egy kicsit szélesebbé tárni azt a képzési palettát számukra, amit nem biztos, hogy megismertek eddig, úgyhogy minél inkább a villanyszerelés, az olyan szakmák, amelyek hiány szakmák, afelé próbáljuk orientálni a gyerekeinket. Meg a pommérés is beindul egyhamar, úgyhogy ők is valóban irányvonalat kapnak az életükhöz. A tanodának a vezetője, Jobbágy Dóri már folyamatos kapcsolatot tart az iskolánkkal. Érkeznek a jelentkezési lapok a tanodában, nagyon sok van, úgyhogy a két csoport, három csoport, ami indul náluk, nem tudom, nagy létszámmal fog működni, érdekes lesz a válogatás. Nagyon nagy az érdeklődés a gyerekeknek, és nagyon örülünk, hogy a tanulóink ott folytatják, és támogatást kapnak a középiskolásaink is, hisz mi már arra nem tudunk nekik segíteni, viszont a tanoda nagyon nagy segítségükre van. Az igazgatói munkatervünk elkészült, meg is ismerkedtünk vele mindannyian, a nevelőtestület ezt már elfogadta. Most a bizottsági tervek következnek, és hogyha a bizottságaink, a szociális bizottság, a pedagógiai bizottság, a pasztorális bizottság, a legfőbb hitéleti programok szervezője, annak az összefésüléséből keletkezik majd a nagy naptárunk, illetve a gyermekvédelmi, a DÖK programunk, munkaközösségi programok. Ezek összefűzve egy nagy-nagy, szinte teli dátumokkal naptári évet kapnak, és mivel most már Kréta rendszerben vagyunk mi is, elindítottuk a Krétát, mert a digitális kultúrának ez volt, vagy a digitális oktatásnak ez volt a nagy hozadéka számunkra, hogy a szülők hozzászoktak a digitális felületekhez, és hál' Istennek most már mi is megtehetjük, hogy digitális felületen fogjuk értesíteni a szülőket, és fölkerül ez a naptár majd a Kréta rendszerünkbe is, a szülők is láthatják a programokat előre is. Az iskolában 15 osztály kezdte meg a tanévet, ebből 48 elsős, és mint megtudtuk, a pedagógus létszám is teljes, így a szakos ellátottság biztosított. 290 fős most a tanulói létszámunk, és teljes szakos ellátottsággal rendelkezünk, tehát teljes a tantestületünk, nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok a kollégáknak, hogy nem volt, aki elment volna a tantestületünkből, de nagyon örülünk az újaknak is, nagyon hamar beilleszkedtek a tantestületbe, a gyerekek is nagyon hamar elfogadták őket, már azt lehet mondani, hogy teljes a beilleszkedés. Úgyhogy örülök neki, és nyugodtan tudtunk indítani biztonságban. 4 új kollégánk van, 3 felső tagozatos, mert a felső tagozatosunk volt, akik kevesebben volt a felső tagozatos munkaközösségünk. Vargáni Erika kolléginánk érkezett magyar énekszakos tanárnak, Tanka Béláné Rózsika matematika, informatika és fizika szakos tanárként érkezett hozzánk. Szombat Zsoltné Marian, gyógypedagógus, és a kezébe veszi a nemzetiségi oktatást nálunk, mert cigány népismeret szakos és romológiai referens, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy valaki már összefogja, és nagyon örülünk férfi tanárbácsinknak, tanítóbácsinknak, Miklósi Krisztiánnak, aki pedig az első osztályosokat patronálja.